Mici Mackó egy erdőben élt, saját kunyhójában. Egy napon, mikor kincsétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tölgy. És a tölgy koronájából hangos dönkicsérés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici Mackó letelepedett a fa alá. Mancsai közé fogta a fejét. Gondolkozni kezdett. Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsélés van, meg zümmögés, és az nem jelent semmit. Ha döngicsélés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki, vagy valami döngicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségem futja, az egyetlen elképzelhető ok, amit valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Ami pedig azt illeti, ha valaki már méh. Ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen. A mézkészítésnek pedig egyetlen értelmes okát és célját abban látom, hogy én a mézet megegyem. És már kapaszkodott is a fára. És miközben kapaszkodott, egy kis dalt dúdolt. Csak úgy, saját magának. Erdei körökben az a nézet, hogy a medve szereti a mézet. Ez nem a féle szerény vélemény, ez tény. Azután egy kicsit tovább kapaszkodott. Megint egy kicsit tovább. És még egy kicsit tovább. Aztán... Recs! Segítség! Mondotta a 3 méterrel lejjebb nyúló ágra pottyamba. Véleményem szerint... Csak azt akartam mondani, természetesen ebben az esetben. Feltevésem szerint mindez csak azt jelenti, hogy bizonyos szempontból nagyon szeretem a mézet. Egyébként segítség! Kieviszkélt a bokorból, a tüskéket kikefélte orrából, és ismét átadta magát gondolatainak.